az A típusúnak a legkisebb a röpnyílása, és ezen a kis röpnyíláson a barát cinke és a kék cinke tud közlekedni. Három különböző méretben készültek azok a mesterséges madáradók, amiket csütörtökön kezdtek el kihelyezni Szekszárd és Baja környékén, például itt a Sötétvölgyi tó mellett. A legkisebbeket cinkéknek, a középsőket főként csuszkáknak és háziverebeknek, a legnagyobbakat pedig seregélyeknek és búbosbankáknak szánják az erdészek. Összesen 130 adó kerül fel a fák törzseire a következő napokban, fiatal és középkorú erdős területeken. Az ilyen helyeken ugyanis a szárnyasok még nehezebben tudnak fészket építeni, és természetesen kialakult odút találni, mint ott, ahol öreg fák vannak. Ezek a madarak alapvetően komoly védelmet tudnak biztosítani az erdei ökoszisztémában, akár a most jelenlévő és zajló klímaváltozás kedvezőtlen hatásának megelőzése, megfékezése érdekében is. Ez a kedvezőtlen hatás, ez elsősorban a rovaroknak a nagyobb számú megjelenése, gradációja. Ezeket a rovar károsításokat a madarak segítségével vissza lehet természetes úton is szorítani. Az akciótól a Gemen ZRT szakemberei azt várják, hogy nő a megtelepedő madárfajok száma, és a kedvező feltételeknek köszönhetően többen is lesznek a mostaninál, ezzel pedig a természet és mi emberek is jól járunk. Az odukkal történő védekezés keretében nem csak egy korai stádiumú megelőzést tudunk végrehajtani, hanem az erdei biodiverzitást is tudjuk növelni. Az oduk tehát alapvetően a természet védelme érdekében kerülnek ki, de az erdészek arra számítanak, hogy azokat akár tudományos célra, a madarak életének pontosabb megfigyelésére is lehet majd használni.